Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jut a második legnagyobb forráskeret a terület és településfejlesztési operatív programból, azaz a TOP-ból. Összesen közel 90 milliárd forint, emlékeztetett a megyei közgyűlés elnöke. Sesták Oszkár kiemelte, a 2020-ig tartó uniós ciklusban a fő cél a foglalkoztatás bővítése, azon belül is a gazdaságélénkítéshez, a foglalkoztatási szint növeléséhez, valamint a vállalkozásbarát településfejlesztéshez szükséges helyi feltételek biztosítása. Több mint 1000 projektjavaslat érkezett már be eddig is a megyei önkormányzathoz, ezeket rangsoroltuk, besoroltuk és megfelelően kezeltük az eddigekben is. Ugyanakkor viszont a jövőben is várjuk még az ilyen forrás igényeket. Májusban jöhet el, júniusban jöhet el az az idő, amikor már támogatási kérelmeket lehet benyújtani a megyei önkormányzathoz. A támogatási kérelmeket a megyei önkormányzat az addig megalkotandó integrált területi program, illetve a kiválasztási kritérium rendszer szerint rangsorolja, véleményezi, minősíti, és hát besorolja a következő 7 évre, hiszen 7 év alatt kell ezt a programot megvalósítanunk. A prioritások és a stratégiai célok már megvannak, tette hozzá a közgyűlési alelnök. Ez a táblázat pedig azt jelzi, hogy az egyes területekre hány milliárd forintot tervez az önkormányzat. Hogyha projektötletekről, projekttípusokról beszélünk, akkor például az önkormányzati fejlesztések, önkormányzati energiahatékonysági fejlesztések, középületeknek energiahatékonysági fejlesztése, önkormányzati közszolgáltatások fejlesztése, bölcsödék, óvodák fejlesztése, egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése településeken. Emellett az útfejlesztés is része a TOP-nak, például a 4-5 számjegyű utaknak a felújítása, ebből viszont nem értendő bele a mezőgazdaság és erdészeti utaknak a fejlesztése. Az alelnök hozzátette, a TOP forrás címzetjei elsődlegesen az önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek, de közvetett módon a gazdasági szereplők is előnyökhöz juthatnak a következő években.